Példátlan sérülés hullám sújtja Kardos Ernő edző legénységét. Ezúttal Androsics András, Tíger Endre, Horváth Árpád és Lok Péter volt kénytelen kihagyni a tabella 5. helyezettje elleni idegenbeli mérkőzést. A két csapat őszi dunaföldvári összecsapásához hasonló forgatókönyv szerint alakult a találkozó eleje, ugyanis akkor is és most is a 11. percben szereztek vezetést a vendégek. Balogh Szabolcs Tibor rúgta be a labdát a büntető területen belülről a kapuba. Hideg zuhanyként hatott a társaságra az, hogy Varga Bencének combhúzódás miatt a 27. percben el kellett hagyni a küzdőteret. Helyre Pál Dániel érkezett. Ám ez sem szegte kedvét a fiúknak, akik a Keceli Krisztián baloldali szöglete után Fellai József góljával 2-0-ra növelték az előnyüket. 10 perccel később csak Cifra Viktor mentette meg a góltól a DFC focistáit. Az első félidő végét jelző sípszóig már nem változott az eredmény, így a dombovári focisták vonulhattak nyugodtabban és elégedettebben pihenőre az öltözőbe. A térfél cserét követően jobbára 2-16-os között folyt a sok hibával tarkított játék. Az 52. percben Iványi Boton bravúrjának, a 70. percben pedig a dunaföldváriak portásának volt köszönhető, hogy még mindig 2-0-ra a Dombovár vezetett. A 78. percben újból a vendégek hálóőre kapott főszerepet. A 89. percben szépítettek a hazaiak. Farsang Patrik 14 méterről a portás mellett a hálóba gurította a labdát. A 2-1-es idegenbeli siker azért értékes a DFC alakulata számára, mert eldőlt, hogy a következő 5 találkozó kimenetelétől függetlenül már nem végezhet a tabella 4. helyénél hátrébb.